Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta Magazin nézőit. Rendhagyó koncerttel örvendeztették meg a zenerajongókat a kultúrházak éjjel-nappal szervezői a Szabad Művelődés Házában is. Az ünnepi programban fellépett a Folkphonics együttes, az egyik legtöbbre hivatott csapat jelenleg hazánkban. Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény sorozat keretében a Szabad Művelődés Házának vendége a Folkphonics zenekar volt. A formáció különleges zenei környezetbe illesztett, egyedi stílust és hangzásvilágot hordozó dalai, a zene, az irodalom és a népi kultúra ötvözetei. A formáció egy vonós négyes klasszikus gitár formációból született igazából. Mi felvettünk két komoly zenei albumot, az Akkord Kvartett vonós négyessel, és a második album az már egy crossoverbe hajló kortárs zenéket is tartalmazó album volt. Ennek a végére vettünk föl először egy próbaként, úgymond egy ilyen plusz dalként, bónusz trackként, Csemer Bogival egy dalt, ez volt az által mennék én a Tiszánladikon, az már ez a formáció volt, tehát basszusgitár, elektromos gitár, klasszikus gitár, hegedű, sőt ott vonós négyes játszott, ebből nőtte ki magát, miután már megjelent a klasszikus zenei album, ezek után kezdtünk el a fiúkkal gondolkodni, hogy hát van még egy pár ötletünk, ezt csináljuk már meg, mi lenne ebből, ha, és így alakult. A zenekar többsége akadémiát végzett, konzervatóriumban járó remek zenész. Hogyan sikerült megvalósítani azt a stílust, amit megálmodtál? Én azt gondolom, hogy azért is nagyon jó és nagyon érdekes zenekar a Folkphonics, mert borzasztóan sokoldalú. Az ember megálmodik valamit, elétár egy tervet a többieknek, és mindenki hozzáteszi a magáét. És mivel mindenki más egy picit más gondol valamiről, zenei egységekről, ettől lesz sokkal sokszínűbb, és ettől lesz nagyon érdekes a munka is együtt. Rendkívüli kihívás, amikor a zene találkozik az irodalommal, illetve a népzenével, a népi kultúrával. Ezt miként sikerült ebben a stílusban átörökíteni? Igyekszünk népdalokkal is foglalkozni, népdalokba is valami olyan újat csempészni, amit eddig még nem tettek, olyan zenei környezetben megmutatni, és ugyanúgy az irodalmat is. És ami ebből még nagyon különleges, hogy megpróbáljuk a kettőt összehozni, népdalt és irodalmat egy számban, egy zenében, de úgy, hogy abba az egy számba is sok különböző stílust vegyítünk bele. Ha csak azt vesszük, hogy a Cseh Tamás Budapest dal a fantasztikus, ezt azt hiszem, hogy aki hallgatta, látta, az már meggyőződhetett róla, nem különben a József Attila verse, de szeretnék. Ennek lehet folytatása? Ez egy egyenes út? Igen, lesz folytatása. Pont most dolgozunk egyébként egy olyan dalon, amelyik hasonlóan a József Attila dalhoz egy magyar népdalra épül. Majdnem 1000 kilométerre laktuk egymástól. Hogyan lehet így egymásra hangolódni? Ehhez aztán valódi barátság kell, gondolom én. Ó, hát igen, az alapító tagok, mi nagyon régóta jó barátok vagyunk, Rendes Peti, aki a gitáros kollégám a zenekarban, mi már a Bartók Konziba együtt jártunk még 10 évesen, és azóta megvan ez a barátság. Az egymás hangolódással pedig nincs gond, mert szerencsére, amint bevenjünk, ritkán vannak próbáink, nem tudunk világos minden héten vagy minden második héten próbálni, de amikor bemegyünk a próbaterembe, akkor egyszerűen rögtön ott van ez a szikra, és rögtön tudunk dolgozni, és nagyon jó a szerencsére, nagyon effektíven, és közben a baráti és jó közeg megmarad. És ez a legfontosabb talán egy zenekarban szerintem. Az erdőben fagy, ha valóban ki az, amit nem.
gyönyörű hangú, gazdag újraértelmezésekben bővelkedő dalok funk, pop, swing köntösbe bújtatva jelentek meg a közönségnek, amelyek talpontjai mindig a saját világukba visszaillesztett népdal és irodalom fúziói. A hegedű az alapvetően nagyon lírikus hangvételű tud lenni, és a számoknak a többsége is a folkphonicsban nagyon ilyen lírai hangvételű, ugye Radnóti versekre például készült dal, és alapvetően szerintem ezért nagyon fontos, és ugye hát a népzenei jelleg miatt is nagyon fontos a hegedű a zenekarban. Amikor színpadra lépnek, és ráadásul ezekkel az új dalokkal, a De szeretnék a két karodban, a Budapest, mind azt sugallja nekünk, hogy itt van egy fiatal formáció, aki teljesen másként gondolkodik a zenéről. Fontos-e, hogy kihívást jelente, hogy ezt a fajta stílust végigvigyék? Abszolút, és nehéz is elhelyezni, hogy milyen közegben tudjuk úgymond ezt a formációt felléptetni, vagy eladni úgymond a közönségnek, mert ilyen színháztermekben nagyon-nagyon jól mutat, jól szól, ugyanúgy egy étteremben is akár jól szól, egy ilyen leülős estén. Viszont van egy-két szám, amire úgy megmozdulna az ember, és akkor viszont ez a közeg nem annyira az a helyzet, amikor ugye lehetséges. Szóval nagyon nehéz emiatt behatárolni a zenekart, hogy mégis hova illik ez a fajta zene. Veres Idának, a zenekar állandó énekesének egyedülálló mélyen búgó hangja egyszerre érinti meg a szíveket és táncoltatja meg a lábakat. Ma este a már meglévő számaink mellett készültünk egy új számmal is, amit itt hallhat majd a közönség először. Ez egy kicsit ilyen bluesos dal lesz. Egy versről van szó egyébként, de hozzáírtunk mi is egy kicsit. Most ilyenkor, amikor együtt van teljes egészében a csapat, tehát nem a világ végén és nem csak a stúdióban találkoztak, mit jelent a találkozás? Hát nekünk nagyon sokat jelent, mert mi barátok is vagyunk igazából, úgyhogy az, amikor mindannyian együtt lehetünk, az egy különleges dolog, pláne, hogyha együtt zenélünk közben. A beszélgetésünkkor megbeszéltük már, hogy milyen lesz ez az út. Ez egy, nagyon az út elején jártok még, ugyanakkor én azt gondolom, hogy ha maradtok az irodalomnál és a népdalnál, akkor mindenképpen ez egy csoda lesz. Készültök már a jövőre? Készülünk, nagyon sok számötletünk van. Most egyelőre több a vers, mint a népdal, de népdalt is szeretnénk majd csinálni, illetve elkezdünk majd lassan azért saját számokat is írni. A 2015-ben alakult zenekar már a második évében kiemelt elismerésben részesült. József Attila, De szeretnék című versére született dalukat a rangos Fidelio zenei szaklap minden idők 10 legjobb feldolgozása közé választotta. 50. születésnapját ünnepelte az Alba és a Gorzium együttes a Szent István Művelődési Házban. A nagyszerű hangulatú koncerttel egybekötött táncesten fellépett az együttes alapító tagja D. Nagy Lajos is. 2018-ban is fantasztikus hangulatú bulival köszöntötte rajongóit a jubileumot ünneplő Gorzium együttes. A Szent István Művelődési Házban megtartott koncert és táncest teltházat vonzott a nagymúltú intézménybe. D. Nagy Lajos mindenki lalia, a világ legtermészetesebb módján idézte meg önmagát, azt a fényességes időszakot, amikor mint legkisebb királyfi elindult Fehérvárról, hogy elérje az operáciás tengert.
mindig ugyanúgy jövök, és mindig előttem van a saját énem, ahogy egy kis amatőr zenész voltam, és ide bekerültem ebbe a zenekarba. Itt mindenki nagyon jó zenész volt mellettem, és én már akkor tudtam, hogy itt nagyon sokat fogok tanulni, és ez tényleg így volt. Gyakorlatilag ebben a társaságban itt lettem zenész, hát rengeteget. Péter ugye zongorista és szaxofonos, de hát azért gitáron is rengeteg dolgot mondott. Mindig mondta, hogy mit, hogy. Én mondom, korábban autodidakta módon tanultam meg gitározni, tehát itt nagyon sok a zenei alapokat megtanultam, minden újra előről kezdtük. És közben játékosan tanultuk a jobbnál jobb dalokat, és szórakoztattuk a közönséget, és ez a városnak egy olyan pontja volt az építők, hogy oda aki oda bejárhatott, az egy, hogy mondjam, elitklubnak számított. A város könnyű zenei életének ikonjai újra átélhették a hőskor legszebb pillanatait. Mikó Péter számára az ügyvédi talár mellett a billentyűk jelentik a kiteljesedést, azt a pluszt, amelynek mentén érdemes megidézni fél évszázad történéseit. Nagyon örülök, hogy megértük ezt az évfordulót. 1968-ban alig múltunk 20 évesek, és nagy tervekkel kezdtük el a székesfehérvári zenélést, és egy nagyon jó zenekart sikerült összeállítani, amiben az alapítótag volt a D. Nagy Lali, Lendvai Jocó és én, és szegény Luis, akiről mindenki tudja, hogy meghalt, és sikeres zenekar volt Alba az Alba, és Algótarjában nyertünk egy bronzérmet is, aztán a későbbiekben Gorziummá alakultunk át egy kis változással, de mi ugyanolyan fiatalok vagyunk ma is, mint akkor, és ez a közönség, aki eljön, hálás nekünk tapsol, és egy szép esténk lesz ma. Az 50. évforduló fontos, 1971 a Gorzium megalapítása nem különben. Miként lehet azt a tüzet fenntartani, így esztendőről esztendőre, ami azt hiszem, hogy bizonyítja, hogy ennek a zenekarnak létjogosultsága van, csak körül kell nézni. Hát igen, egyre nehezebb a minden vasárnapi próbák, a feleségek nagy örömére, így szoktam mondani, és ez tart hónapokon keresztül, de valahogy átvészeltük, de ez a közönség, amit már az előbb említettem, ez pótol mindenért bennünket, és szerintem új erőre fogunk kapni a ma este után. Mondhatni természetesen Szőke Jenő sem a dobbal keresi a kenyerét, bár rutinja és technikai tudása révén bízvást megtehetné. Számomra a zene az egy csoda, és ezt vallom kisgyerekkorom óta, az életemet végigkísérte. Nagyon szívesen csinálom, és remélem, hogy ma este, amikor újra visszaidézzük ugye a 60-70-es éveket, akkor a közönségnek is ezt vissza tudjuk hozni, és legalább akkor örömük lesz ebben a estében, mint ahogy nekünk vagy nekem. Íve van a történeteteknek, ugye 2018-at írunk, és ami a fontos, hogy megmaradt a barátság. Az sokat segít abban, hogy a próbák után itt igazi jó hangulatot tudjatok varázsolni nekünk? Nem szívesen mondom, hogy öregszünk, de van egy óriási összetartás egyébként a csapatban, és ez szerintem elkísér bennünket végig. Yeah.
Pajzer Gordon Györgynek nehéz feladat jut osztályrészül koncertről koncertre, hiszen a sztár vendégek előtt és után kell énekelnie frontemberként. Nos, a Gorzium együttes filozófusa ezúttal is remekül megoldotta a leginkább földön kívülieknek való feladatot, nem hiába mondják, őt a kihívás élteti. Csak a gond és a bánat lesz öregebb, és egyébként meg a zenéhez való kapcsolatunk az örök, mert én megtanultam egy nagyon szép idézetet annak idején, talán te is ismered, Szent Ferenc mondta, hogy aki énekel, az kétszer imádkozik. És egyébként is a problémák is olyan egyszerűen megoldhatók. Ha én énekelek egy dalt, akkor egy kicsit megkönnyebbülök. Ha énekelek kettőt, akkor jobban. Ha hármat, akkor meg is oldom a fennálló problémákat. A koncerten bebizonyosodott az a fajta emberi művészi varázslat, ami készségszinten a sajátjuk, ámulatra késztet minden rajongót, fiatalt vagy őszülő halántékot egyaránt. Megnyílt Sár Erzsébet életmű kiállítása a Deák Képtárban. A tárlaton a művész alkotásainak teljességét tekinthetik meg a képzőművészet szerelmesei. 110 éve született a magyar szobrászat kiemelkedő egyénisége Sár Erzsébet. A művek az emeletről címmel megnyílt tárlattal Székesfehérvár és a Szent István Király Múzeum egy régi adósságot törlesztett. A kiállításon a művész életművének 50 alkotása szerepel. Egy adósságunkat, vagy legalábbis annak egy részét törlesztjük azzal, hogy most itt a Deák Képtárban megnyílik Sár Erzsébetnek ez a kiállítása. Azért mondom azt, hogy hiánypótló is adósság is egyben, hiszen egy fantasztikus gyűjteménnyel rendelkezik tőle a múzeumunk, ami azt gondolom, hogy nagy dolog, hogy a városhoz, a múzeumához került. Egy ideig ugye ez különböző módokon látható volt, azóta gyakorlatilag nem, és nagy kiállításra pedig meg kifejezetten régen került sor, és úgy gondolom, hogy ezért igenis egyfajta adósságot törleszt most a múzeum, nyilván a várossal közösen, hogy ezt a kiállítást megrendezi. Egy olyan művész esetében, aki azt gondolom, hogy a minőségét, emberségét tekintve is megérdemli azt, hogy egy ilyen kiállítás keretében is az ő emlékét is ápoljuk, és büszkén vállalja a város azt, hogy ez a gyűjtemény az övé, a múzeumáé, és ezt időről időre gondozni, bemutatni igenis dolga és felelősség. És nagyon érdekes, hiszen abba az ingatlanba, ahol sokáig egyébként elérhető volt ennek a gyűjteménynek egy része, aztán egy idő után elég régóta nem. Abban, amikor egyszer jártunk itt a múzeumi kollégákkal, néztük, hogy mit, hogyan lehet majd megtenni, ott is a felújítás tekintetében, akkor szóba került, hogy és milyen jó lenne egy kiállítás. Hát az állam egyik része az most megvalósul, hiszen perceken belül megnyitjuk ezt a kiállítást. Én mindenkit arra biztatok, hogy minél több embert biztatok arra, hogy jöjjön el és tekintse meg. Ez, ahogy mondani szokták, a miénk, a mi közösségünké, van mire büszkének lenni, és nézzük meg, hogy mire is lehetünk büszkék. A tárlatot berendező művészettörténészek kiemelten ügyeltek arra, hogy a látogató teljes keresztmetszetet kapjon a műfaj fejlődés egyes szakaszairól. Az volt a fő szempontunk, hogy ez a gyűjteményi egység, tehát Sár Erzsébet hagyatéka újra egy időszakos kiállítás keretében látható legyen. Hiszen ez a kiállítás most 2006 óta nem látható, és nagyon fontosnak tartjuk. A gyűjteményünkben egyébként több ilyen hagyatéki egység van, amelyeket időről időre szeretnénk, és korábbi években be is mutattunk. A rendezés elve tulajdonképpen a kronológia volt, hiszen Sár Erzsébet pályáját, mint ahogy sok művészét is, a változás, az új és újabb ötletek határozzák meg, tehát teljesen logikus, hogy időrendi sorrendben állítottuk ki ezeket itt a Deák Képtár 5 termében, ami talán még különlegesség, hogy annak idején 1974-ben, amikor a Csók Képtárban az utca című hatalmas kiállítása látható volt, és az később Pécsre került állandó kiállításba, de itt maradtak Fehérváron ebből szobrok, hungarocell és gipszből készült szobrok, és most ezekből is egy kisebb ízelítőt, egy installációt bemutatunk. A sokszínű különleges világ, amelyet Sár Erzsébet elénk tár, kortól függetlenül mutatja be a tér köznapi egyszerűségét, mindazt, amit jártunkban, keltünkben figyelmén kívül hagytunk. A magyar szobrászat amúgy is egy izgalmas terület. A szobrászattal sokkal kevesebbet foglalkozunk, mint a festészettel, grafikával, hiszen szobrászati kiállítást nehezebb is rendezni. És hát a magyar szobrászat a 60-as, 70-es évekig nem annyira talált magára már a modernségében, és ebben nagyon, nagyon úttörő szerepet játszott Sár Erzsébet.
És minden kornak mást mond nyilvánvaló. A műalkotások lényege az, hogy minden korszakot, minden embert meg tudnak szólítani, legyen az 60, 100, 500 évvel később. És annyira fantasztikus, az jutott eszembe most a rendezés alatt, hogy a modern tudománynak az a felfedezése, hogy nem a legfontosabb része a világegyetemnek maga a sűrű anyag, hanem a köztelevő tér, a rezgés. És hogy a Sár Erzsébet műveiben, a 60-as években ezt találtam meg, ami a József Attila versben is benn van, hogy a semmi ágán ül szívem. Tehát ez az üres tér, ez a rezgés, ami a szobroknak, az öntött bronz szobroknak a recés széle és az ablakok és ajtók közt megtalálta azt az otthonos teret, ami számára lehetett az egy barlangszerű ajtónyílás, vagy lehetett egy épület ablaka ajtaja, ami elzár és kinyit. Tehát annyira fantasztikus, hogy a 60-as években készült szobrok ennyire megszólítanak, ennyire sok újdonságot is adnak, hiszen a melankólia, a magány, az egyedüllét, és ez a kitaszítottsága az embernek az ismeretlenbe, vagy ezekbe a helyzetekbe nagyon sokat jelent számomra. Most ez volt a felfedezés. A Deák gyűjtemény kiállítása május 6-áig tekinthető meg, 2 vasárnapig 10 órától 18 óráig. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!